Dr. Balogh Attila, a 16. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat sebésze. Házas, két gyermek büszke édesapja. Dr. Balogh Attila vagyok, sebészorvos. Hát 1954. június 18-án születtem Budapesten, de fél év után vidékre kerültem a nagyszüleimhez. Édesanyám akkor jogi tanulmányait végezte, és abban az időben tulajdonképpen a megélhetés vidéken jobb volt, mint Pesten. Nagypapám juhász volt. A családban a nagypapám szép nagyapjáig mindenki juhász volt, és a nagypapám szép nagyapja Hamburgból jött Magyarországra. Kezdetben, kiskoromban én is azt mondtam, hogy juhász leszek, de nagypapáik mondták, hogy nem, te orvos leszel. Nagypapámnak volt a lábán ilyen csontvártya gyulladása miatt Pécsre kellett bemenni. Ez, ahol én nevelkedtem, ez egy tanya volt, Herceg Pusztának hívták, ez Harkány mellett van Terhegy, ami most már egybeolvadt, és attól nem messze volt. És Pécsre kellett bemenni a klinikára, ilyen kisebb műtéteket végeztek, és én tulajdonképpen 4 éves korom óta nem is az, hogy orvos akartam, hanem sebész akartam lenni. Ezt nem tudom így megmondani, hogy miért, de gondolom így visszagondolva, hogy az lehetett az ok, hogy a nagypapámat meggyógyítsam. És aztán így ebben az irányba ment. 6,5 éves koromban felkerültem Budapestre, ahol elvégeztem az általános iskolát, majd ahol tudatosan készültem rá, hogy az orvosi egyetemre szeretnék menni. Majd a Budai Nagy Antal gimnáziumba kerültem, ahol az egyik osztálytársam édesapja tanár volt, latin és történelem tanár volt, valamint ő volt a gimnázium foci csapatának az edzője. Latin osztályba kerültem, ő ott tanított, és az elkezdetektől bekerültem a gimnáziumnak a futball csapatába, ahol 4 évet játszottam. Az utolsó évben már meg is akartak hívni a középiskolai, meg is hívtak a középiskolai válogatottba, de az iskola azt mondta, hogy inkább nem menjek, hogy tanuljak tovább. Hát fiatal koromban próbálkoztam futballal, mert az a kedvenc sportágam, és ahhoz is értettem a legjobban. Vasasban voltam próbajátékon, majd fél évet fociztam a Honvéd kölyök 4-be. Aztán hát kezdődött a gimnázium, akkor már abban játszottam. Egy elsőre nem vettek az egyetemre, akkor előkészítőre álltam, és majd 73-ban kerültem a Szemüvegelsz Orvostudomány Egyetemre. Az általános orvosi karra vettek föl, és ott 79-re végeztem. Az egyetem alatt is futballoztam, részben középiskolában, kézilabda kapus játéktéren, illetve hát az ORC-ben is, a nagy pályán is futballoztam. A kispályás labdarúgásban egyetemi bajnok vagyok, másodikban mi nyertük a bajnokságot, és mindkétszer voltam döntőben. Elég jól ment ott a játék, és ott is hát kimagasló sok gólt rúgtam. Aztán utána ez így abba is maradt. Utána elmentem 5. vagy 6. már, akkor az ORC-ben nem játszottam, hanem a karatézni kezdtem el, és alapszinten sporttevékenységet folytattam. Hát 79-ben végeztem az egyetemet. Hát egy meglepetés volt, hogy a 407 vagy 408 hallgató végzett akkor is, hát engem fotózta a Leves Kivillabba címoldalom, hogy mennyi orvos végzett most, és utána ott szerepeltem. Talán ebben az is közre játszott, hogy névsor elején voltam, meg igazából talán fotogén is voltam, mert egy fotós barátom, vagy járpád,
dolgozott a kettes élettani intézetben, a később én is egy pár hónapig az egyetem előtt kerültem, és ő is úgy fotózott engem, tehát volt egy Bécsbe egy plakátom, aztán meg a tévéreklám, vagy hát egy filmreklám is, sosad reklám, meg ilyen öltönyöket, és más egy rajdát is egy reklámszám, de csak ilyen apró dolgok voltak. És aztán miután elvégeztem az egyetemet, a egyetem alatt még annyi említésem ért, hogy a metroépítkezésen dolgoztam, mint papíra, mint zsilipelő, de tulajdonképpen mint keszonorvos ténykedtünk, és hát ez egy nagyon kellemes emlék volt, mert nagyon jól fizettek, könnyű munka volt, nem kellett sokat menni, inkább csak ilyen ügyelet jellegű volt, és aztán, de akkor sajnos még nem, én sebész akartam menni, és hát testem, mert budapesti vagyok, de akkor nagyon nehéz volt még sebészállást találni. Hát most már szerintem most már könnyebb lenne, de akkor lehetett választani, vagy sebész leszek, és akkor vidékre megyek, vagy pedig Budapesten maradok, de akkor hát nem kormosznok, vagy milyen pályásokat lehetett volna kapni. Inkább azt választottam, hogy sebész leszek, és ugye 60 kilométeres körzetben helyezkedek el. Tatabány, a minisztérium végül is Tatabányára helyezett el. Nem általános sebészetem, baleseti sebészetre. Ott igazából fél évvel dolgoztam, majd egy évet katona voltam. Elég hamar bedobtak ott engem a mélyvízbe. Már egy hónap múlva, vagy két, nem, inkább két hónap múlva, egy hónap múlva már ügyeltem. Akkor az volt, hogy egybe politraumatizáltat hoztak a ügyeletre, megyei mentőfőorvos, plusz a osztályvezető főorvosnak be kellett adnom egy vénás injekciót, mert fekélybetegsége volt, és akkor egy ilyen, akkor hozták be egy nagyon új keletű gyógyszert, a tavametet, ami, tehát ott az egyetem alatt volt egy eritreai barátom, aki jól tájékozódott ilyen tudományos cikkekben, és ő mondta, hogy van egy nagyon jó gyógyszer, tavamet, és ez megszünteti a fekét, és hát ezt a gyógyszert kapta a főorvosom, de annyi ismeretlen volt, hogy ő nem tudta, hogy pontosan mi ennek a neve, csak én tudtam meg a belgyászati osztályvezetője, és azt mondottuk kezdve, mondtam, hogy hát ez, mondta, hogy van itt egy gyógyszer, ez tartta, hát mondom, tavamet, és akkor mondtam, hogy mert, és mondta, hogy hát igen, és akkor mondtuk kezdve, hát eléggé megszeretett, és aztán elmentem katonának, és akkor visszajöttem, akkor én az egyetem alatt én már gyakorlaton is voltam a Koronai Figyelség Sándor Kórházban, ami most Erzsébet Kórház néven fut, és meg externáltam is, bejártam ügyelni, és akkor oda próbáltam elhelyezkedni, és amikor a katonaság letelt, akkor ott adódott egy ilyen lehetőség, hogy helyettesítéssel oda tudok menni. Egyik távoli rokonom dolgozott ott, Abai Pál főorvos, és az is szerepet játszott, hogy ő is itt ajánlott engem, meg mivel már ott dolgoztam és ismertek, ezért így könnyebb volt, és akkor ott felvételt nyertem. Először csak helyettesítéssel, majd végleges állásban. Még a tatabányai évekre visszamenni, tehát két első hónap után már ügyeltem, második hónapban már operáltam porcleválást, a harmadik hónapban már szomnökszerelő, szóval nagyon hamar bedobtak. A Erzsébet, a Koronai Figyelség Sándor kórházban is egy-két hónap után már bekerültem az ügyeletbe, de ott nem egyedül ügyeltünk, és emellett pedig 1981. június 1-én volt, és aztán szeptember 1-től pedig elkezdtem dolgozni a szakrendelőbe, és ehhez tartozó most Terézváros Egészségügyi Szolgálat néven utol, akkor Zsenger utcai szakrendelő sebészetére. 1981. június 1-től a Koronai Figyelség és Sándor Kórházba kerültem, ez egy általános sebészeti osztály volt. Különböző típusú műtéteket végeztünk,
tényleg a ügyeletben is részt kellett venni, hát itt ugye kizáródott sérült, elsősorban vakbélgyanúval jöttek, aztán utána különböző hasi fájdalmakkal, ezek az akut részek voltak, kizáródott sérült, és akkor még ugye a érzések is, tehát a gasztrointestinális érzések is ide tartoztak, és hát ezeket kellett ellátni, és akkor voltak választott időben végzett műtétek, tehát a nem kizáródott sér, epeműtétek, alzsmirigy műtétek is voltak, akkor még a emlő műtétek is voltak, amik általában ilyen daganatos dolgok, a hasúrán belül is a vastag bélműtétek, gyomorműtétek, akkor még azért a gyomorráknak sokkal nagyobb, számba fordult elő. Hát ezeket a műtéteket végeztük főleg, plusz a szakrendelőben ilyen havi forgásban, hogy egy-két hónapot a kórházban, aztán egy hónapot akár voltunk, ahol ilyen kisebb beavatkozások, tárjogok, anyajegyek, egyéb ilyen beavatkozások voltak, valamint a kivizsgálásokat végeztük, hogy mi az, ami a panaszait okozza. Hát későbbiek folyamán engem mindig a hogy már az elején is céloztam, hogy fotóztak filmet, és látom, az esztétika vonzott, és hát ilyen jellegű tanulmányokat is végül is folytattam, ami aztán későbbiek folyamán egy klasszikai sebész szakvizsgában is beteljesedett, de előtte 1984-ben leraktam a sebész szakorvosi vizsgát, aztán utána itt az osztályon volt endoszkópia is, ami még akkor nem kifejezetten a gasztroenterológiához tartozott, hanem bizonyos sebészeti osztályokra is végezték, és mi elég hamar megtanultunk endoszkópizálni, mert a gasztroenterológiális érzéseknél gyorsan meg tudtuk tükrözni a beteget, hogy most egy előcsövőből érzik, vagy pedig a gyomrából, vagy a nyombélből, és akkor ettől függően történtek a kezelések. És itt az osztályon volt egy vezetőváltás, és a 80-as évek második felében, vagy a közepetáján Dr. Bodnár András olimpiai bajnok vízilabdázó lett az osztályvezető főorvos, aki nagyon jó sebész is volt, plusz amellett nagyon emberi tulajdonságokkal rendelkezett, és akkor kezdtünk egy kicsit tudomány fele is fordulni, és egy-két apróbb megjelenések voltak a sebészeti repertoárban, például ektópiás pankrász nevű tudományos dolgot adtam el, akkor a mégbérrák, meg vastagbérrák kezelése, erre voltak kisebb magyarországi tudományos munkánk, előadásunk, és ahogy a 90-es évek elején beindult a laparoszkópos műtétek, akkor ebben mi tényleg nagyon hamar belekapcsolódtunk, és a Bodnár András osztályvezető főorvos vezetésével, és akkor ott elkezdtük először vakbél, meg epeműtéteket végezni, aztán ezekből tudtunk is publikálni, úgyhogy hogy végül már én is 95-ben jutottam Hongkongba egy oral presentationnel, és a következő évben Tájföldön, Hua Hinben, Poszterem, utána Isztambulban is hát szerepeltem, és gyakorlatilag hát ezek voltak, amik ilyen változások hoztak, mert ez egy új technika volt, és ezt ugye nem mindenki tudta, volt, aki könnyebben megtanulta, volt, aki nehezebben, természetesen team munka volt, kezdetben három ember csinálta a műtétek, aztán később volt, hogy már csak kettő,
és hát ezek olyanok voltak, ezekkel lehetett nemzetközi szinten is, mi ezzel korán kapcsoltunk, nemzetközi szinten is megjelenni. Emellett mi elkezdtünk, én tanultam epekőzúzást, tehát ezt a külsőleges hullámok kezeléseket is végeztünk, és egy 6 évig én végeztem is, epekő, meg epevezeték, ezekből is volt tudományos munkánk, hogy epevezeték kezelése, meg epekő kezelése gyermekkorban, és hát ez vesekőre nagyon jó, epevezetékőre is jó, mivel ott megvan az a kívülülési helye, tehát ugye a vesénél is a vizelettel kívül, epevezetéknél is ki tud menni a vérrendszerbe, akkor ezek nem okoz olyan panaszokat, tehát ez így kezelhető. Hát epehaja követni ott az azért nehezebb volt, ott is azért értünk el eredményeket, hogy összezúztuk, és akkor az is kívül, de hát ez nagyon sokban függött attól, hogy milyen volt a kő, hogy puha volt, vagy pedig olyan összetétele volt, ami nem nagyon tudtuk ezzel a lökés hullámmal szétlőni. Én egyébként nekem is, hát többször volt vesekővem, és nekem is úgy indult a dolog, hogy amikor ezt tanultuk, akkor a Bodán András főorvos mondta, hogy itt van a Rosshaven klinikáról egy urológus, és akkor egy ilyen kamionba hozták oda a gépet, és mondta, hogy menj oda hozzá, és akkor beszélj meg vele, hogy meglő itt téged. És akkor mondta, hogy hát ennek sajnos ilyen biztosítása, meg jogi akadályok vannak, de menjen ki hozzá, és akkor ő ott meglő. És tényleg az volt, hogy kimentem a Rosshaven klinikára, ott felszóltam, hogy itt vagyok, és lejött a professzor, és mondta, hogy többek üljenek be a büfébe. A Rosshaven klinika az egy Münchenben egy nagyon nagy klinika, tehát ilyen 800 méter hosszú a folyosó, meg butikok, meg étterem volt benne, és akkor átott szettik, hogy felszólt, hogy melegítsék a gépet, egy óra alatt kilőtte a vesekövemet, úgyhogy nem is kellett érzéstelen, ittől nem kellett semmi ilyesmi, fel nem csapított adni, utána visszamentem, ittam egy sört, és mentünk tovább, mert jöttem a feleségem, meg a barátom vezetett, meg annak a barátnője, és akkor a vége fele, amikor már Bécsben indultunk, amikor már Bécshez közel értünk, a barátom mondta, hogy most már inkább vezessek én, és már tudtam vezetni, szóval ez egy nagyon, nagyon jó dolog, ez a külsőlökéshullámok kezelés, a vesekőre pedig abszolút jó. Hát emellett én engem úgy érdekeltek a egyéb dolgok is a természetgyógyászat területén, és akkor én megtanultam akupunktúrázni, és akupunktúrában is aztán az egyetemen ilyen egy professzor előtt levizsgáztam, ami egy ilyen akkori jártaságvizsgát adtak, ezt ma már tulajdonképpen szakvizsgának ismerik el. Átfő területem ott az volt, hogy étvágycsökkentés, meg néha dohányzásra leszoktatást is csináltam, illetve az akut lumbágot, és az étvágycsökkentés, az akut lumbágó kezelés, ez nekem akupunktúrával jól sikerült. Ezt utána nyitottam 90-től 97-ig egy a Károly körúton volt egy ilyen orvosi természetgyógyász rendelem, és ezt az orvosi munkám mellett ott is így ténykedtem, mint vállalkozó. Hát én úgy gondolom, hogy a siker számomra azt jelenti, hogy a betegek igényelnek, szeretnek, keresnek. Tulajdonképpen, hogy őszintén megmondva, én sebész vagyok, de én nem lettem az a kimagasló tudású sebész. Inkább azt, hogy lelkiismeretes, az embereken segíteni akaró, és gyakorlatilag amit tudok, azt megteszek. Egyéb, tehát nem csak konkrétan a beavatkozásoknál igyekeztem segíteni, hanem azok megszervezésében, és azok az irányításában, lebonyolításában. Igazából ez a tudnám legjobban kifejezni,
hogy amikor az egyik a kerületünkben lakó állatorvos barátomat, hát most itt panaszai voltak, és akkor itt megnéztük, és mondtam, hogy hát hiszen kirukadta vele, be kell gyorsan menni a kórházba, és akkor utána akkor megoperálták, és akkor egy darabig nem dolgozott, és akkor jobban nézte a Facebookot, és a 16. kerületben ott nézte, van egy ilyen fórum, és akkor mondta, hogy hát ő azt olvasta, hogy kihez menjünk, hogy a sebészi program van, és azt nyilatkozta az egyik résztvevő, hogy a Balogh-hoz menjetek, mert ő nem csak orvos, ember is. Tehát ez az egyik legnagyobb sikerem, hogy így gondolkodnak rólam. Hát volt egy időszak, amikor ugye 65 éves elmúltam, és akkor volt a Covid, és egy pár hónappal, és akkor nem lehetett dolgozni, akkor föltettem a Facebookra, hogy rövidesen megnyitom, mert úgy készültem, hogy tulajdonképpen otthonomban van egy, úgy készült, hogy ha akarok rendelőt is tudok nyitni, és tulajdonképpen van is egy otthon, de igazából csak egy barátoknak, meg ismerősöknek tudom fogadni őket. Megkérhetem, de mindig tárolom, hogy hozzak a papírok, hogy majd megkérem a ANTS engedélyt is, mert telephely engedélyem, meg minden van, csak konkrétan még a ANTS engedélyt nem kértem meg. De akkor föltette a netre, és mit tudom én, egy reggelig este fölraktam, vagy 500-an írták rám, hogy várjuk, mikor nyitom, stb. Hát még ami tulajdonképpen én az nem is annyira sebészi munkában, de az életemben sikernek könyvelek el, az, hogy én egyetlen egy napot nem voltam táppénzem. Egyetlen egy napot nem voltam úgy, hogy betegség miatt, mert ilyen egészséges életet élek, hát nem szerzetes így, de egészséges életet élek, sportolok, amikor tudok, és emiatt viszonylag jó a kondícióm. Szerencsés alkat is vagyok, mert fiatalomnak is nézek ki, legalábbis majdnem mindenki szerint, és így ez is én annak könyvelem el, hogy én nem voltam soha beteg állományban. Egyszer volt egy, nem tudom, 10 napig görcsöltem besekővel, de pont akkor egy ilyen gyakorlaton voltam, ami pár száz méterre volt akkori lakásomtól, azon körúton laktam akkor, és oda be tudtam járni, és akkor magamnak is be tudtam adni a fájdalomcsapító injekciót így a muszkulárisan, és akkor aztán kijött ez a kő, és akkor ezzel a probléma megoldódott. 1984-ben kaptam egy kiváló ifjú orvos kitüntetést, aztán ilyen szemüvegpakettel, aztán utána már inkább a szakrendelőbe kaptam igazgatói dicséreteket, mind a két helyen, ahol dolgozom, a 16. kerületben is, meg a 6. kerületben is, és hát ennek az elismerés, ennek a megkoronázása, ez a Balogh-kereszt érdemrend, amit úgy van megfogalmazva, hogy nem kimagasló sebészi munkám, hanem példatató egészségi tevékenységemért, és ebben van benne az a segítés, a segítőkészség és az emberekkel való humánus, emberi bánásmód. Nős vagyok, 1990-ben nősültem. A feleségem az könyvkötő eredeti szakmája, de utána a környezetvédelemben dolgozott 10 évet, most pedig a Budai Gazdasági Bíróságon dolgozik asszisztensként, és nagyon jó a kapcsolatunk, segítjük egymást. Két gyerekünk született, 91-ben Roland fiam, 94-ben Zsombor fiam, nagyon szép, okos gyerekek. Nem mondjuk mind a kettő okosabb, mint én meg a feleségem együttvéve, legalábbis ők így gondolják. És gyakorlatilag hát igyekeztem
a pályájukat segíteni, mindkettő két tannyelvű angol-magyar iskolába járt, tehát anyanyelvi szinten beszélik az angolt. Ugye nekem van egy édesapám 56-ban emigrált Angliába, és ott előtte szüleimmel láttak, és ott van egy olasz felesége, hát csendesen már meghalt 96-ban, a édesapám felesége még él, és ott van egy angol öcsém, hát ők így nagyon jól tudják tartani a kapcsolatot. Hát az én angol tudásommal megértjük egymást, meg beszélünk mindent, de hát nem az a teljesen tökéletes. De a gyerekek azok mind a kettő, tehát megkapta a lehetőséget, hogy ahol jelvű iskolába járnak, ami akkor nem volt könnyű, és ők aztán a nagyobbik fiam az a Madás gimnáziumban járt, spanyol tanult, aztán ez később ennek használt is vette, mert egy évig Erasmusszal Madridban élt. A kisebbik fiam az kezdetben színész akart lenni, szerepelt is több alkotásban. Volt egy film, amilyen kábítószer ellenes volt, a Repszínház az volt a neve, a társulatnak is, az a Vastag Csabának volt a főszereplő, és a kisfiam nagyon jobban volt vele, mindig olyan gyűrűket kellett lennem, ami a Csabinak volt. Aztán a spanok voltak, és aztán ő aztán, amikor a Vörös Marti gimnáziumban járta, ilyen, nem is tudom mondani, hogy milyen, az ilyen színész képző volt, ilyen nagyon különleges karakterek voltak ott, és aztán végül nem jelentkezett a színművészetire, bár most már megvan neki a színész vizsgája is, mert a Hanfalvi Ági színtanodájába ezt lerakta, de mindenki gyereket nagyon érdekelt a informatika, és állandóan játszottak a különböző játékokon is angol nyelven, és aztán neki a másik opció az volt, hogy valamilyen informatikai tanulmányt végezzen, és aztán föl is vették a Corvinus Egyetemre, ahol elvégezte, és akkor még egy gazdaságinformatikának számított, de most az Európai Unió miatt már mérnökinformatikus diplomát kapott. Ő most egy 3,5 éve Máltán él, ott dolgozik, ilyen weblapokat fejleszt. A nagyobbik fiam Roland, az pedig ő még előtte elvégezte kommunikáció média, azokat a Metropai Egyetem, majd utána mesterképzés a Corvinuson, ő közgazdászként dolgozik, mind a ketten nagyon jól viszonyban, mind a kettőkkel nagyon jó viszonyban vagyok, én is, a feleségem is, amiben tudjuk, segítjük őket. Hát a kisebbik, tehát a Zsombor fiam az most idén július 17-én sikerült neki venni egy lakást Máltán, úgyhogy ott 10% önerő és 35 év hitel. Nagyobbik fiamnak most gyűjtjük, a jövő évbe tervezzük, hogy akkor szintén egy lakással elindítjuk őket, és akkor utána ők már teljes mértékben megállnak a saját lábukon. Hát én most úgy érzem, hogy nekem ez a feladatom, hogy a gyerekeket segítsen, elindítsam az úton. Szerencsére 2021-ben az orvosok fizetését nagyon jól megemelték, tehát ilyen mondhatni 3-5-szörösre emelték a fizetésemet, és így most lehetőségem is van rá, hogy segítsen őket, és hát ezt tulajdonképpen ez a feladatom, és az, hogy továbbra a családi házunk van, ami elkészült, és az, hogy minél tovább legyen ez a kapcsolat közöttük, és hát minél jobban tudjam segíteni őket, gondolom, hogy ez lesz az én további feladatom, és ameddig tudok, még dolgozok.